A mai videóban az asztma okairól és 4 hatóanyagról, gyógynövényről, ételcsoportról lesz szó, amelyek segítenek akár jelentős mértékben is csökkenteni a tüneteket. Szeretettel köszöntök mindenkit! Az asztma a tüdőnek egy krónikus gyulladása, és hátterében alapvetően 3 területen van probléma, gond van a tüdővel, az immunrendszerrel és a kortizollal. Gyerekkorban a kialakulását leginkább azzal tudjuk megelőzni, ha a gyerek ki van téve a baktériumok korai fertőzésének, tehát a szuper steril környezet járul hozzá a legnagyobb mértékben az asztma gyerekkori kialakulásához. Ez azért van így, mert az immunrendszerünk a fertőzésekkel való találkozása következtében fejlődik, ugye így edződnek az antitestek, tehát ha nem találkozik kórokozókkal, nem fejlődik az immunrendszere a gyermeknek. Ha állatok között nő fel a gyerek, vagy mondjuk vidéki környezetben, ahol vannak állatok is, szintén csökken az asztma kialakulásának esélye, mert az állatok bőrén keresztül a levegőbe kerülő anyagok is etésben tartják az immunrendszert. A korai gyerekkorban beadott rengeteg antibiotikum viszont növeli az asztma esélyeit. Asztma esetén 2 immunsejttípus nem működik megfelelően, az egyik a TH-sejtek, azaz a helper, vagy más néven a segítő T-sejtek, a második pedig a T-reg sejtek, azaz a regulátoros T-sejtek. Ezeknek a sejteknek a működésében diszfunkció áll fent asztma esetén, ami a gyulladások kialakulásához vezet a tüdőben. Ezt a diszfunkciót jelentős mértékben az alacsony D-vitamin szint okozza. A kortizollal, tehát a stressz hormonnal pedig onnan tudhatjuk, hogy gond van, hogy az orvosok által asztma esetén alkalmazott egyik fő gyógyszerben a legfőbb hatóanyag a kortikoszteroid, ami nem más, mint kortizol, tehát a mellékvese hormonja. Az első és egyben leghatékonyabb eszköz a kezünkben az asztma ellen a napsütés, tehát a D-vitamin, ami a bőrünket érő napfény következtében termelődik a szervezetünkben. A tüdőben a gázanyag cseréért felelős nyálkahártya felületek elvékonyodnak, illetve a tüdő tömegében és a tüdőnél lévő simaizmokban is változásá be az alacsony D-vitamin szinttől. Asztma esetén töltsük a lehető legtöbb időt a szabadban, a napon úgy, hogy a lehető legnagyobb mértékben érje a bőrünket a napfény. A D-vitamin szint növekedés következménye az asztma tüneteinek a csökkenése, ritkábbak lesznek és nem lesznek annyira intenzívek a tünetek. A D-vitamin készítmények esetén pedig lényeges, hogy olyat alkalmazzunk, ami jól fel is szívódik. A jó D-vitamin készítmények általában valamilyen olajban vannak, például olívaolajban vagy halolajhoz vannak keverve. Legalább napi 15-20 ezer nemzetközi egységet vigyünk be a D-vitaminból asztma esetén, és szedjünk mellé K2 vitamint is. A D-vitamin hatására csökken a gyulladás a tüdőben, lassul a fibrózis kialakulása és segít a kortizol normalizálásában is. A második egy ételcsoport a probiotikus ételek, a probiotikumok, tehát a bélflórát támogató készítmények és ételek, ilyenek a kefir, a görög joghurt, a savanyú káposzta, a kovászos uborka és más erjesztett zöldségek. Szedjünk nagy dózist probiotikum tartalmú készítményből is. A harmadik 2 hatékony gyógynövény a Coleus forkohli és a Boswellia serrata, azaz a tömjénfa hatóanyag kivonata. Ezek a gyógynövények erős gyulladás mérséklő hatással bírnak, és a segítségükkel csökkenthető a gyógyszerbevitel mennyisége. Kapszulázat étrendkiegészítő formában pótolhatjuk őket, és fokozatosan emelve a dózist, akár nagyobb adagot is bevihetünk belőlük, folyamatosan figyelve közben a hatásait a szervezetünkre. A negyedik pedig, amit javasolni tudok, azok a Buteyko légzésgyakorlatok. Asztma esetén nagyon sokszor ugye szájon keresztül megy a légzés és a felső tüdőrésszel, melynek következménye a széndioxid szint csökkenés a tüdőben, ami végül az oxigén szint csökkenését eredményezi a vérben. A Buteyko légzésgyakorlatok abban segítenek, hogy újra az órunkon keresztül kezdjünk el lélegezni, ami ideális szintre hozza az oxigént és a széndioxidot a szervezetünkben. A légzésgyakorlatok hatására lassabban kezdünk lélegezni, csökken a stressz, és aktiválódik a paraszimpatikus idegrendszer, azaz a testünkben a folyamatok a harmónia és a nyugodtság irányába mozdulnak el. Köszönöm, hogy végignézted, ha hasznos volt, ne felejts el feliratkozni és megosztani másokkal is a videót. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban. Addig is az egészség legyen veled!